A 2020. kvé 163. törvény a szőlészetről és borászatról részletesen tárgyalja azokat a pontokat, amelyeket a szőlőbor ágazat átlátható és fenntartható működésének elősegítése, valamint fejlesztésének megalapozása érdekében az országgyűlés a napokban fogadott el. A borászati termék előállítása, kiszerelése és tárolása, a termékek forgalomba hozatala, valamint a földrajzi árujelzők és hagyományos kifejezések részleteit is tárgyalja. Térségünk számára továbbra is fontos, hogy a törvény külön paragrafusként tárgyalja a Tokaj hegy aljára vonatkozó szabályokat. Ez, illetve a teljes szöveg meghatározza a térség szőlészeti borászati tevékenységét. Még ennek elfogadása előtt dr. Malnár Péter, a Tokai Borvidék hegyközségi tanácsa elnöke híradónknak elmondta, további olyan részletek is szerepelnek ebben, amelyek könnyebbé tehetik a szektorban tevékenykedők életét. Olyan digitalizáció fog a szakmában teljes Magyarországon belépni, amely alkalmasabbá, versenyképesebbé teszi a szakmánkat mindenféle szempontból. Sok mindent fogunk tudni az úgynevezett e-pincekönyv rendszer keretén belül pincészetek, szörészetek szintjén mi magunk tudni kezelni. Kicsit úgy kell ezt elképzelni, mint hogy az ember a saját bankfiókját kezeli. Ez abban természetesen különbözni fog, hogy itt a hatóságok természetesen rálátnak az adatokra, és ugyanúgy tudják használni ezt az adatbázist a megfelelő jogosultsági szinteken. Az adminisztrációs rendszerek átalakításán túl az új jogszabály olyan eszközöket biztosít a szőlő és bortermelők helyi közösségei részére, amelyek a rugalmas szobájozás és a minőségi termelés irányába hatnak. Így például a piaci beavatkozási eszközök vagy a kiszámíthatatlan időjáráshoz történő alkalmazkodási lehetőségek kapcsán. Ezek alkalmazásáról minden esetben a helyi közösségek dönthetnek. Olyan nagyon fontos törvényi szintű felhatalmazásokra van szükség, védelemre van szükség a borvidéknek, speciális jellegéből adódóan, amelyet máshogy nem tudunk megtenni. A mi szentírásunk a termékleírás, ez szabályoz az életünket szőrészeti borászati oldalról. Tehát teljesen természetes az, hogyha mi, mint helyi közösség, valamiben nem egyezünk meg, és nem beszéljük meg, és nem emeljük be a termékelásunkba, az nem áll meg jogszabály oldalról sem. Viszont így egy olyan kettős védelmi rendszer alakítható ki Tokajgyájának, és ezért volt nagyon fontos, és a minisztérium aztán tulajdonképpen bemondosította így a bortörvényt, amely hosszú távra fejleszthetővé, védhetővé teszi a borvidékünket. Elindult egy gondolkodás, hogy mely olyan egyéb támaszok képülhetnének még be a bortörvénybe, amelyek nagyon fontosak a borvidék fejlődése szempontjából, hiszen nagyon világos mi a mi nagyon szeretnénk, hogy a szőlőára emelkedjen, az eladott borok értékesítési ára emelkedjen, és jobban meg tudjunk élni a termelésünkből, nagyon egyszerűen és ehhez kell megtalálnunk a lépéseket, meg kell beszélnünk a hegyközségeinkkel, a hegyközségi rendszerünkön belül, hogy mit módosítunk esetleg szőlészeti vagy borászati oldalról, ez, amely tulajdonképpen a piaci mozgásainkat egyszerűsítheti, alkalmazkodóbbá tud minket tenni a hazai és nemzetközi piacon is. Az új bortörvény az ágazat szakmai szervezeteinek aktív közreműködésével készült. A részletszabályokat tartalmazó kormányi rendelet és miniszteri rendelet tervezetével kapcsolatos egyeztetések megkezdődtek, azok megjelenése 2021 első negyedévében várható.